Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is vészőmágoron töltötte a Kisbálint Református Általános Iskola diákjai, tanárai, a szülők, nagyszülők, gyülekezet tagjai az áldozó csütörtököt. Áldozó csütörtök a kereszténység tanítása szerint Urunk Jézus Krisztus mennybe menetelének az ünnepe, melyet húsvét után 40 nappal ünneplünk. A mennybe menetelről és az ehhez kapcsolódó helyi szokásokról kérdeztük Juhán Sándor lelkipásztort. A beszélgetésben szó esett az aznapi programokról, arról, hogy mit is takar jelen esetben, az épp testben épp lélek kifejezés. A keresztények számára mai nap a mennybe menetel ünnepe, áldozó csütörtök, hosszú évtizedeken át elfelejtett ünnep lett, holott ugyanolyan jelentősége van, mint a karácsonynak. Ezt sokan nem értik, pedig ahogy egy botnak két vége van, egy folyamatnak is van eleje, és van egy vége. Az Úr Jézus Krisztus földi életének a kezdete karácsony, amikor megszületett, és a földi küldetésének a vége, amikor feltámadottként mennybe ment a tanítványai szeme láttára, ez áldozó csütörtök. A kettő tehát egyforma értékű, egyaránt jelentős ünnepünk. Mint egy 15-20 évvel ezelőtt, egészen pontosan nem tudom, az áldozó csütörtök ünnepét úgy kezdtük az iskola számára egy kicsit emberivé, ugyanakkor mégis az ige értelmében ünnepé formálni, hogy családi napnak gondoljuk, ami azt jelenti, hogy vésztőmágoron szoktunk együtt lenni, a szülők, gyermekek, család, pedagógusok közös beszélgetésére, közös játékra, közös főzésre van lehetőség, és ez azt jelenti, hogy egyfajta asztalközösség, egyfajta egymást erősítő együttlét van, természetesen gyerekek játszanak, vezetéssel, testnevelő tanár, osztályfőnökök segítségével, és minden alkalommal az utóbbi 5-6 évben a katasztrófa védelem, ma így mondják, akkor tűzoltóságnak mondtuk, segítségével, a szekalmiak készséges támogatásával különböző bemutató jellegű dolgok voltak, amik nagyon tetszettek a gyerekeknek. Az idén ebben annyi változás van, hogy rendőrségi bemutatónak lehetünk részesei, és ebből az következik, hogy egy kicsit a életvédelem, egy kicsit a nyomozás, illetve a bűntől való elhatárolódás, hogy ne legyél áldozat gondolatának is a tudatosítása történhet. Ez a nap mindig úgy zajlik, hogy reggel 9 órakor a gyülekezettel együtt, nem csak az iskola, templomi istentiszteleten veszünk részt. Ma például a gyermek kórus, az iskola énekkara szolgált, énekszámokkal, orgonaszó volt, és hát egy rövid igehirdetés arról, amit a bevezetőben mondtam, az Úr Jézus Krisztus mennybe meneteléről. Így ünneplünk mi, és ez a szabadtéri együttlét, ez valóban annak a tartalomnak a jegyében is születhetett és valósul meg, hogy épp testben, épp lélek. Ezt ugye tréfásan úgy szoktok mondani, hogy épp testben épp hogy élek, alig élek. Viszont, hogyha komolyra fordítjuk a szót, akkor ahol egészségesnek tűnik a lélek, ott egészségessé formálódik a test is. Mint ahogy tudjuk a pszichoszomatikus hatásokat, nyilvánvaló, hogy a belső rendezetlenségből testi betegségek is következnek, egy belső lelki egyensúlyból pedig testi erősödés is. Reméljük, hogy ez a mai nap is ezt szolgálhatja. A szokásokhoz híven idén is 9 órakor egy közös istentisztelettel kezdődött a nap. A rövid ige hirdetés után a nagyobb acska diákok tanáraikkal, szüleikkel kibiciklizhettek mágorra.
A kisebb tanulóknak és az idősebbeknek az iskola buszjáratot biztosított. Miután megérkezett mindenki, elkezdődhetett a szórakozás. A családi nap nem csak a közös ünneplésre, emlékezésre ad lehetőséget, de egy családi, baráti találkozásra, közösségépítésre, tanulásra. A gyerekek számtalan népi játékokkal, különböző kézműves foglalkozással ismerkedhettek meg a nap folyamán, például bőrműves bemutató, fafaragás, szalmafonás, vagy éppen üvegfestés. Minden korosztályban akadtak szülők, tanárok segítségével, akik vállalták, hogy ebédet főznek a bográcsban a csoport számára. A rendőrség egy látványos bemutatóval készült a mai napra. Megmutatták, hogy különböző támadásoknál hogyan is védjük meg magunkat. Hölgyek, urak, mindenkit üdvözlök! Hall mindenki, vagy hangosabban, halkabban? Jó lesz így, szuper! Örülök, hogy ennyien itt vagyunk. A rendőrség részéről lesz egy rövid bemutató. Először egy intézkedés taktikai résszel indítunk. A kollégám meg fog támadni, meg akar verni, ütni, rugni, le akar szúrni, csupa csúnya dolgot akar velem csinálni. Megpróbálom ezt megakadályozni, ha ez megtörtént. Lesz lehetőség megnézni a rendőrautót, vagy pedig a fináléként egy kutyás bemutató lesz. Kollégám elhozta a hatalmas kutyáját, megpróbálja megharaptatni magát, szerintem sikerülni fog. Jó? Mindig elmondom, hogy mit csinálunk, minden szituációra lesz egy-két mozzanat, megcsinálom lassabban, gyorsabban, egy negyed óra körülbelül, és akkor így haladunk a dolgokkal. Bemutattam a kollégámat, hogy Rábai Zoltán, résztői őrsnek a kollégája, Nagy Bence vagyok, és akkor a többieket, ahogy kezdik, majd bemutatom őket is. Akkor kezdünk először egyszerű dolgokkal, a támadásnak a legelső formája még nem egyből le akarnak szúrni, meg lelőni gépfegyverre, hanem csúnya módon meglögdösik az embereket. Nem szép dolog, nézzük, mit lehet ilyenkor csinálni. Ha lent van, nem áll fel. Ha a földre került, használjuk, hogy nem jó neki, neki meg kellemesebb. Ilyen kellemes dolgokat lehet, hogy egy kicsit megcsavarjuk a csuklót. Kicsit a vállát megcsavargatjuk. Kérem uram, ne a törvény nevében, ne! Nyilván nem érdekel, ha már egyszer elkezd lögdösni az embert, akkor egyszerre, kétszerre. Köszönöm, hogy itt volt is. És ha már itt vagyunk ugyanúgy, a kezet lehet törni, anyakat el lehet húzni. És ha nagyon-nagyon kitartó az emberünk, ja, ki van zárva, elteszem a kezét, felhúzom a másikat, és kellemes könnyékmasszázsban részesítem a bordáját. Nem szeretik az emberek. Térden vagyok, én már elestem, de még így is folytogatnak. Hát én nem tudom már eldobni. Mi az, ami közel van? De jó, hogy itt a lábad komál. És nem feszítjük a térdet. Ha brutális lába van, és nem szeretné, ha ezt, van másik lehetőség. Eltoljuk, kijövünk rá, és szépen meg lehet bilincselni, le lehet nyugtatni. Nem szerettek ilyenkor csugrálni az emberek. Végül egy kutya bemutatóra is sor került.
Megkérdeztük Nagy András Balást, a Vésztőmágor Történelmi Emlékhely Múzeum vezető helyettesét, hogy milyen lehetőségeket nyújt a terület az évről évre megrendezésre kerülő áldozó csütörtöki családinaknak. Hosszú évek óta a Kisbálint Református Iskola már vendége a helyünknek, áldozó csütörtökön, vagyis ilyenkor az egész iskola kijön hozzánk, családostól, tanárostól, egész tanári kar, és egy családi napot tartanak nálunk, és most idén azzal szerettük volna megtámogatni ezt a eseményt, hogy egy sokadalmat szerveztünk nekik, mely kapcsán kézműveseket, gyermekjátszóházasokat hívtunk, és ezzel tettük teljesebbé a napjukat. A kilátogatók között is érdeklődtünk, kivel érkeztek, hány fővel, mit sikerült megtekinteni, és hogyan is érzik magukat? Érkeztem az unokákkal hosszú évek óta, mert már a nagyobbik unokám már másodikos középiskolás, tehát nem most kezdtem. 25 gyerek meg szülők, pontosan nem tudom, de olyan 8-10 szülő. A családból négyen vagyunk, a három unokám és én, és akkor a negyedik B-osztályos. Sok az iker unokák, akik részén, vagy részéről vagyok jelen én is most ezen az alkalmon. Nagyon jól érezzük magunkat. Jól sikerült szerintem a pörkölt is, amit főztünk. Szerintem jól sikerül minden. Kellemes az idő is, hála Istennek most. És hát na, főzéssel már túl vagyunk, megfőtt a paprikás rumpli nokedlivel. Itt a helyszínen a süteményt hoztuk otthonról. Mindenki jól érzi magát, kellemes időtöltés ez a mai nap. Egy élménydús, aktív és vidám napot zárhattak a Mágorra kilátogató érdeklődők. Kívánjuk a szervezőknek, hogy még éveken keresztül sikeresen meg tudják tartani a családi napot.